Pritamin paprikát tartósítanak épp a Nyír Mihályi konzervüzemben. Az átválogatást követően előbb megmossák a zöldséget, ami ezt követően befőttes üvegbe kerül, végül lapkával a tetején jut el a gyártósor végére. Itt pedig már raklapon a kész paprika konzerv, ami a térség két meghatározó konzervipari cége számára készül bérgyártásban. Az üzem 5 éve bezárt, majd tavaly decemberben vásárolta meg mintegy 300 millió forintos magántőkéből a Universal SKS Kft. Az évek során leromlott infrastruktúrát idén június végére korszerűsítették, ekkor indult el újra a termelés. Ez volt az első üveg, amely legördült a szalagról. A foglalkoztatás bővítő beruházáshoz a GINOP keretében pályáztak és kaptak segítséget. Jelen pillanatban 40-50 fő foglalkoztatása folyik a vállalatnál. A későbbiekben tervezzük további beruházások, 2-300 négyzetméteres hűtő kamra kialakítását is, csomagolóvonal vásárlását, tehát igen, tervezzük a kérdésére, igen, tervezzük további 20-25 fő foglalkoztatását. Az üzemben a Nyír Mihályiak mellett a térség más településein élők dolgoznak. A választókerület országgyűlési képviselője a gyár szerdai bejárásán azt hangsúlyozta, nagy szükség van a helyi munkáltatókra, sokan ugyanis nem szeretnek távoli településekre járni dolgozni. Inkább egy kicsit másabb bérezést választ a munkavállaló, csak helyben legyen. Ugye ezt mondanom sem kell, hogy ez azért is van, hogy a gyereket ugye időbe tudja az óvodába vinni, az otthon lévő nagyszülővel tudjon foglalkozni. Tehát családja válogatja ezt, hogy ki mit tart fontosnak, és ezért is örülök annak, hogy itt Nyír Mihályiban újraindult 5 év után a konzervüzem. A képviselő megismételte Orbán Viktor miniszterelnök szavait, vagyis hogy annyi munkahelyet hoznak létre, amennyit a járvány elvett az emberektől. Ez a folyamat pedig a térségben is jó ütemben halad. A gyárban egyébként a paprika félék mellett csemege uborkát, almát, szilvát, mengyet is tartósítanak. A termelés beindítása óta eltelt bő 3 hónapban pedig már 4-4,5 millió üvegbe kerültek ezek bele. Az üzem műszakvezetője már az előző gyártási időszakban is itt dolgozott, a feladatairól kérdeztük. Az emberek beállítása, és ugye, hogy rendesen menjen a termelés, jó minőség menjen ki a kezünkből, mert ugye mindig azt mondjuk, hogy tehát olyan áru menjen az üvegbe bele, nyers áru, amit ugye mink is elfogyasztunk. Tehát amit mind nem ennénk meg, akkor azt egyértelmű, hogy nem adjuk ki a másnak se, tehát ne kerüljön az üvegbe bele. A tervek között szerepel a 100 fok feletti fémdobozokba történő gyártás bevezetése is a Nyír Mihályi konzervüzemben.